Az arca mindent elárult, amikor Ördög Nóri az ő nevét mondta ki. Szabó Dávidnak a legjobb négy között kellett búcsúznia, és ez azért nagyon fájt. Nem csak neki. Szüleit is meglepte az eredmény, de aztán egyéb családi titkok is kiderültek. Sziasztok! Szia-szia! Szabó Dávid vagyok, 26 éves, és Török Bálintról jöttem. Így kezdődött. Így folytatódott. Aztán így ért véget. Búcsúzik a versenytől. Szabó Dávid. Szabó Dávid a legjobb négy között búcsúzott az X-Faktortól. Ezen a zord keddi reggelen megígértük Dávidnak, hogy egy kis családi, igazi karácsonyi hangolba hazavisszük. Hát kapogjunk be hozzá. A fiatal színész igazán házias, rendet tart és jó vendéglátó. Nem vagytok éhesek amúgy? Mit tudsz felajánlani? Hát figyelj, tudok csinálni virslit, van sajt, paradicsom. Egy virslit, én ennék egy pár virslit. Ez milyen gusztusos lett. Nem vagy meg sózom? Nem, sózom én nyugodtan. Egyik úgy, ahogy te szoktad. Pár nélikednek majd a rajongóik közül, én csak felszólaltam az eleget. Ja. Együtt reggelizünk. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, szerintem reggeli közben lehet a legjobban lelkizni. Közben Olá Gergő teát főz a háttérben. Te még szomorú vagy? De csinálnám. Adásra nagyon szomorúnak látszottál. Nem szomorú voltam, csak csalódott. De most már jól vagyok. Aztán hamar kiderül, hogy azért még nincs túl a szombatesti kiesésem. Összevetve a két párbajdalt, azt gondoltam, hogy azért úgy na. Hogy meggyőzted a mentorokat annyira, hogy? Hát, aha. Uh-huh. Na, vége a reggelinek, irány a nyugtató családi fészek. Arra felkészültél, hogy most azért ez egy elég komoly menet lesz? Tehát, hogy innentől kezdve ugye most az év ez arról fog szólni, hogy rengeteg milliárd fellépés. Aha, alig várom. Tényleg? Aha. Aztán majd megint nem lesz időd a barátokra, Dávid. A barátaim nagyon hiányoztak, aha. Velük nem volt lehetőség találkozni semmi? Nem, mert ők meg össze-vissza élték az életüket. Azért is mentem be néha a színházba, mert azt éreztem, hogy már nem bírom tovább, hogy már tényleg úgy, tudod, úgy, akikkel úgy össze tudsz mosolyogni. Aha, igen, igen. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot! Kosta! Hello! Hello! Jaj, de jó, hogy itthon vagy! Dávidéknál már tényleg karácsonyi hangulat, finomság készül a sütőben, szép díszek itt-ott, és finom forró italok mindenkinek a kezében. Persze, hogy egyből az utolsó adásról és az érzésekről kérdezem a szülőket. Ne az őszintét mondd, hanem amit gyakoroltunk. Amikor ugye a Nóri mondta, hogy akkor ő neki kell hazamenni, akkor tehát ő arcán is volt némi döbbenet, meg gondolom a milyenkén is volt némi döbbenet, csalódottság, hogy tényleg kevés volt a szavazat ahhoz, hogy tovább jusson. Hagyjuk a műsort egy pillanatra, érdekel, milyen lehetett a kisgyerek Szabó Dávid. Van a mamámnak itt egy szőnyegporolója, ez a ilyen vas szőnyegporoló, és akkor azt játszottuk nyaralás előtt egy nappal, hogy a nyár kellős közepén, hogy minél messzebb tesszük a széket, és kiéri el még a tetejét. És hát ugye én még elértem, a tesóm meg már nem érte, és akkor szegény sokkot kapott, mikor a keze az konkrétan volt benne egy ilyen görbe, és akkor bement anyuhoz, és akkor mutatta neki, hogy anya. Anyukája nem volt büszke kisfiára, nem úgy, mint amikor idén sokadjára szót fogadott és jelentkezett a műsorba. És mindig mondta, hogy nem, a színház az első, mondta neki, hogy próbáld meg, első, második, na és így most a harmadik szériába. Az utolsó percben adta be a jelentkezését a Igen. Bár szívesen anekdotáznék még az énekes gyerekszobájában található különleges erekékről, vagy a japán mesefilmek iránti rajongásáról, de Dávidnak mennie kell, várja a hétköznapi élet. Szevasz, Gyuszikám! Hát, szia! Hát, szevasz! Hát, bizony! Jó napot kívánok! Szia! Hát, gratulálok! Hát, óriási voltál! Lehoztam, hogy kicseréld a téli gumit, légy szíves! Na igen, még nyár volt, amikor elkezdődött az X-Faktor forgatalga a számára. Pont jókor búcsúzott egy téli gumicseréhez. Dávid amúgy tényleg nem kesereg már. Azt mondja, élete legnagyobb lehetősége előtt áll. A sikerhez pedig szerinte leginkább az kell, hogy merjen hinni magába. Így legyen. Szabó Dávid!